Jó, hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit itt az idei Budapest Pride Fesztivál záró performanccal egybekötött sajtótájékoztatónkon. Előre is köszönjük a sajtó megjelent munkatársainak, hogy eljöttek, hírt adnak és közvetítik az üzeneteinket az olvasóiknak. Bár idén elmaradt a Budapest Pride felvonulás, mi, a Budapest Pride aktivistái fontosnak tartjuk, hogy felszólaljunk Magyarországon az LMBTQ embereket érő és egyre növekvő mértékű hátrányos megkülönböztetés és rendszer szintű erőszak ellen, hogy eljuttassuk a követeléseinket és az értünk is dolgozó, a minket is képviselő politikusoknak, a többségi társadalomhoz is eljuthasson a szavunk. Ezért is szerveztük meg ezt a nagyjából 25-30 percig tartó sajtótájékoztatót, mialatt 4 beszédet hallgathatnak majd meg, és amit közben egy performance fog majd kísérni. Ha olyan kérdésük lenne, melyre a sajtótájékoztató alatt elhangzó beszédekből nem kapnának választ, lesz lehetőségük utána is kérdezni. A performance-ról fotókat pedig a beszédek után is tudnak majd még készíteni. A Kossuth tér közepére kiterített óriás szivárványzászló, a mellette álló emberek és az általuk tartott táblák szimbólumok. Azt hivatottak közvetíteni, hogy az országgyűlésbe vezető úton a képviselők a vörös szőnyegeken járva se feledkezzenek meg azokról, akikért dolgoznak. Az állampolgáraikról, közöttük az LMBTQ emberekről sem, hogy magukkal vigyék a kéréseinket és a legfontosabb üzeneteinket is. A sajtótájékoztató keretein belül fel fog szólalni Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Balogh Fruzsina, rendszer szintű roma ügyekért felelős közösségszervező, Hegedűs Ágnes, támogató szülő, három gyermekes édesanya, egy transznemű és egy meleg fiú anyukája. És utolsóként pedig én is, Csikós Ádám, mint a Budapest Pride egyik sajtószóvivője. És most pedig át is adom a szót a főpolgármester úrnak. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit a 25. Pride felvonulás alkalmában rendezett sajtótájékoztatón. Nagy megtiszteltetés nekem, és nagy öröm nekem, hogy itt lehetek. Ebben az örömben van egy kis szomorúságunk, hogy az idei járványügyi helyzet miatt magát a felvonulást nem lehetett megtartani. De ezzel együtt is van mit ünnepelnünk, hiszen negyed százada működik Budapesten az a közösség, amely rengeteget tett nem csak a szexuális kisebbségben élő emberek elfogadása érdekében, hanem azért is, hogy Budapest egy elfogadóbb és szeretettelibb város legyen. Tavaly ilyenkor még csak egy olyan középület volt Magyarországon, ahol a Pride idején kín volt a szivárvány zászlaja. Ma már több ilyen épület is van, és büszke vagyok arra, hogy a fővárosi önkormányzat épületén is ott áll a zászló. Nem valamelyik másik zászló helyén, hanem más zászlók mellett. És ez azért nagyon fontos elmondani, mert tudom, hogy vannak ebben a városban, ebben a hazában olyan polgárok, akiket félelemmel tölt el, mikor a zászlót kitűzik egy közintézményre. És sajnos olyanok is vannak, akik ezt a félelmet megpróbálják tovább korbácsolni és politikai furkósbottá formálni. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy egy olyan város, ahol azok az emberek, akiknek több elfogadása, több segítségre van szükségük, azok összeállnak, megszerveződnek és kiállnak a saját jogaikért, azok nem csak saját magukért küzdenek. Hiszen mindannyiunknak, minden budapesti polgárnak, minden magyar polgárnak szüksége van az elfogadásra, és egy politikus szájából veszélyes szó azt mondani, de most mégis hogy mondjam ki, hogy mindannyiunknak szüksége van a szeretetre. Arra a szeretetre, amit a szűkebb családi kapcsolatainkban megélünk, amit a szűkebb, intimebb kapcsolatainkban megélünk, de arra a szeretetre is, ami társadalom már szövi a különböző kisebb közösségeket. Amikor kitűzzük a szivárványos zászlót a főpolgármesteri hivatal épületére, akkor tulajdonképpen az elfogadás és a szeretet jegyében tesszük ezt. Ez a zászló mindenkinek fontos lehet, és remélem, hogy pár év múlva mindenki számára fontos lesz, független attól, hogy hogyan éli az életét, mert mindannyian azt fogjuk látni benne, amit üzeni akar, az, hogy bár nem vagyunk egyformák, de egyenlők még lehetünk. Tudom, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a szivárvány a zászló, és az a társadalmi mozgalom, amit képvisel, az egy
vallásellenes mozgalom. Szeretném nekik mondani, hogy ez a zászló nem képvisel más, mint ami a katolikus egyház hivatalos álláspontja. Mégpedig az, hogy senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés a szexuális hovatartozása miatt, és hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és Isten szereti a homoszexuális embereket, és az egyháznak is szeretnie kell őket. Vannak olyanok, akik arról hadoválnak, hogy a szivárványos zászló az nemzetellenes mozgalmat képvisel. Szeretném mondani, hogy mindenki, aki magyarul beszél és magyarul érez, az a magyar nemzet tagja. És ennek a nemzetnek nagyon sok olyan közössége van, amelynek további elfogadásra és támogatásra van szüksége. Hogy más nem mondjak, például azok a nemzettársaink, akik sokszor kisebbségi jogútól megfosztva élnek egy másik ország polgáraiként. Amikor azt mondom, hogy nem más zászlók helyett van kint a szivárványos zászló a városházán, akkor szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a székely zászló is ott van, amely azt hivatott képviselni, hogy Budapest vezetése kiáll határon túli magyar közösségek és elsősorban a székely autonómia mellett is. Azok az emberek, akik 25 éve elkezdték a Pride-ot szervezni, elsősorban a saját közösségük érdekében tették. Ez önmagában is egy megbecsülendő és támogatandó politikai közéleti tett volt. Ez az elmúlt 25 évben nagyon sokat tettek annak érdekében is, hogy Budapest egy elfogadó város legyen. Mert egy elfogadó város mindannyiunk számára sokkal jobb. Az lenne jó, hogyha a szeretet a politikai közhelyszótárból, a plakátokról, a propagandából bekerülne a hétköznapjainkba, és úgy tudnánk élni ebben a városban, hogy sokkal jobban odafigyelünk egymásra. Akkor, amikor nagy ügyekről van szó, mint például az LMBTQ emberek elfogadása, de akkor is, amikor parkolunk, hogy a kismamák el tudják tolni a babakocsijukat a járdán, amikor vigyázunk a közterületeinkre, vagy amikor maszkot hordunk, elsősorban nem is a magunk, hanem mások egészség érdekében. A szeretet nem ismer határokat. A szeretetet nem lehet porciózni. Ha megvonjuk valakitől, valamilyen speciális élethelyzetben élő emberektől, akkor a nap végén azon veszük észre magunkat, hogy tőlünk is meg fogják vonni ugyanezt. Tavaly ilyenkor egy olyan választási programmal indultam Budapest főpolgármesteri tisztségéért, amelynek az volt a címe, hogy Budapest mindenkié. Ez a program megkapta a budapestiek többségének a támogatását, és ennek a programnak, ennek a szellemiségnek az egyértelmű része az, hogy most itt vagyok, és jövőre is itt leszek, és mindig itt leszek. És azok a közösségek is számíthatnak rám, akik szintén úgy érzik, hogy további elfogadásra, támogatásra van szükségük. Mert egy város akkor lesz mindannyiunk közös otthona, ha mindenki megkapja azt az elfogadást, amire mindannyiunknak szükségünk van. Nagyon szépen köszönöm a Pride elmúlt 25 évét. Köszönöm azt, hogy a szivárvány zászlaját ma több középületben is kitűzték polgármestereink. Köszönöm azt a munkát, amit ebben a mozgalomnak a felépítésében végeztetek. És számítsatok rám és a városvezetés minden tagjára, hogy ezt a programot, hogy Budapest mindannyiunk közös otthona legyen, más társadalmi mozgalmakkal együtt képviseljük és megvalósítani tudjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lettem. Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy a kisebbségeket én képviselhettem ezzel a pár mondattal. Én Balogh Fruzsina vagyok, a Rendszer szint Roma közösség szervezője. Amikor a Budapest Pride szervezői megkerestek, hogy mondjak ma beszédet, akkor gondolkodtam, hogy mit is mondjak, hiszen annyi minden van. Az első és legfontosabb az, hogy amikor meghallom, hogy Budapest Pride, nekem a szabadság és a szerelem jut eszembe.
Azt gondolom, hogy ez mindenkinek jár. Ehhez mindenkinek joga van. Legyen az meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű, queer, esetleg cigány, zsidó, vagy ázsiai, fogyatékkal élő. Ez mindenkinek jár, ehhez jogunk van. Nagyon sokan ítélkeznek, mert nem ismernek. Amit nem tartanak normálisnak, vagy ők nem úgy élnek, azt elítélik. Pedig nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy ítélkezés előtt megismernek, és elfogadnak. Ez lenne a legnagyobb dolog, hogyha elfogadóbb városban lehetnénk. De visszatérve arra, hogy mi kisebbséget miért is fogjunk össze. Azért fontos összefogni, mert mi tudjuk azt, hogy milyen nagy szívvel, nagy szeretetben élni. Ez a normális. Azt kell elérnünk, hogy mindenki ezt gondolja. Október óta sikerült egy szolidárisabb Budapestben élni. Célunk és feladatunk legyen az, hogy éljünk egy szolidárisabb országban is. Köszönöm szépen! Ez így hallatszik? Szuper! Szeretettel köszöntöm Önöket a Budapest Ride sajtótájékoztatóján. Engem a szervezők azért kértek fel, mert szerették volna, ha valaki LMBTQ szülőként is megszólal ebben a témában. Először is hagyd mondjak annyit, hogy én is sajnálom, hogy elmaradt az idén a felvonulás. Többek között amiatt is, hogy először történhetett volna meg, hogy Budapest főpolgármestere a menet élén halad. Engedjék meg, hogy egy pár szót mondjak magamról. Hegedűs Ágnes vagyok, Budapesten élek, tanárként dolgozom és 3 gyerek édesanyja vagyok. 3 csodálatos gyermekem van, egy hetero lányom, egy meleg fiam és egy transznemű fiam. Szóval talán egy kicsit szivárvány színűbb az én családom, de különben teljesen átlagos ember vagyok. Számomra nincs ebben semmi furcsa. Persze, amikor a gyerekeim még kicsik voltak, fogalmam sem volt erről az LMBTQ témáról, de aztán amikor a fiam kamasz lett, coming out-olt, én ekkor találkoztam először az előbújás fogalmával. 2 érzés volt bennem ekkor. Az első az anyai féltés, hogy nem akarom, hogy bármi baja essen, hogy bárki bántsa, pusztán azért, mert ő a fiúkhoz vonzódik. A másik érzés az volt bennem, hogy vajon mi ebben az én felelősségem. Érdekes módon, amikor a 3. gyermekemről kiderült, hogy ő egy transznemű fiú, akkor tudtam biztosan, hogy engem olyan gyerekek választottak anyukájuknak, akiknek az átlagosnál több elfogadásra van szüksége. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen el tudtam engedni azt az érzést, hogy vajon hibáztam-e a nevelésük során. Az egy pillanatig sem volt kérdéses számomra, hogy szeretem a fiam, a fiaimat, éppen úgy, mint eddig, az ő szexuális orientációjuk nem befolyásolja az én szeretetemet. Eleinte nem nagyon beszélgettem erről másokkal. Akkor még nem tudtam, hogy a szülők, családtagok esetében is van olyan, hogy előbújás. Néhány közeli barátnőmmel osztottam meg ezt a hírt, és különféle reakciókat kaptam. Volt, és most már egyre több olyan barátom van, akiknek ez egy pillanatig sem volt probléma. Akadt olyan is, aki biztosított róla, hogy elfogadja ezt, majd ausztriai terápiát javasolt a fiam számára, ahol átalakítják, visszaalakítják őt. Nem sokat tudtam akkor az elfogadásról, inkább csak az anyai ösztöneimre hallgattam, de azt tudtam, hogy az nem elfogadás, ha én őket átalakítani akarom. Inkább megérteni próbáltam, sokat beszélgettünk erről, és azt gondolom, hogy a nyílt és őszinte kommunikáció nagyon fontos. Merjünk kérdezni, beszélgetni róla, ne legyen ez tabu a családban, a szülő és a gyerek között. Az elfogadás nem megy egyik pillanatról a másikra. Hosszú folyamat ez, sok-sok stációval. A kezdeti félelemtől, a bizonytalanságon át, egészen addig, amíg rájövök, hogy a gyerekem így tökéletes, ahogy van. Mi szülők annyi elvárást támasztunk a gyerekeink felé, vigye tovább a családi üzletet, vagy a családi nevet, szüljön unokákat. Ez persze mind nagyszerű, ha a gyerekünk is ezt akarja. De nem szabad elfelejtenünk, hogy gyermekeink nem azért születnek, hogy a mi vágyainkat teljesítsék be.
A saját vágyainkért csak mi magunk vagyunk felelősek. Gyermekeinknek saját vágyaik vannak, saját gondolataik, saját életútjuk, és nekünk szülőként kötelességünk támogatni őket ebben. Sosem értettem azokat a szülőket, akik kitagadják a gyereküket, mert azok LMBTQ közösséghez tartoznak. Nem gondolnak arra, hogy épp elég nehéz nekik megküzdeni a makrokörnyezetükkel, legyen az iskola, sportklub vagy munkahely. Rengeteg beszólást, piszkálást, gúnyolódást, kirekesztést kapnak az LMBTQ személyek. Például, hogy kicsit a transzlemű fiamról is meséljek, elképesztő, miken kellett keresztül mennünk teljesen hétköznapi szituációban. Vegyünk egy olyan átlagos tevékenységet, mint egy uszodalátogatás vagy mozilátogatás. Ugye ő biológiailag lány, akkor még lány keresztneve is volt, sőt, akkor még fogalmunk sem volt róla, hogy ő egy transzemű fiú. Mondjuk például egy mozilátogatás után bementünk a női mosdóba, azokat a tekinteteket, beszólásokat, amiket kaptunk, mert egy egyértelműnek fiúnak kinéző lányjal megyek be a mosdóba, nem kívánom senkinek. Becsmérlő tekintetek, bántó megjegyzések. Szülőként a teljes tehetetlenség. Hogyan védjen meg őt ettől? A mi dolgunk szülőként, hogy ne nehezítsük, hanem inkább könnyítsük a helyzetüket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kormány, a politikusok, a közszereplők sokat tehetnének azért, hogy ez ne így legyen. Egy olyan országban, ahol az a narratíva dominál, hogy minden ember egyenlő, mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg, függetlenül attól, hogy milyen a neme, a vallása, a bőrszíne, vagy éppen a szexuális orientációja. Nos, egy ilyen országban nyilván a szülőknek, családtagoknak sem okozna akkora nehézséget, ha kiderül, hogy a gyerek LMBTQ. Sajnos Magyarország jelen pillanatban nem ilyen ország. Nincs lehetőség nemhogy nem váltó műtétre, de még csak hivatalos névváltoztatása sem. Részben azért, mert bizonyos magukat kereszténynek valló politikusok tesznek arról, hogy ez így legyen. Ahelyett, hogy Svédországban vadásznának. Bár ezt meg a rénszarvasoknak nem kívánom. A jelenlegi kormány nem biztosít egyenlő jogokat. Sőt, a transzneműek tekintetében egyáltalán nem biztosítja számukra az őket igenis megillető emberi jogokat. A jelenlegi kormány retorikája bátorítja az ellenséges, gyűlöletkeltő és kirekesztő megnyilvánulásokat és cselekedeteket. Pedig semmi más nem kérünk, csak hogy minden LMBTQ embert ugyanazok a jogok illessenek meg, mint a többi embert. Hogy azonos neműek is házasodhassanak, fogadhassanak örökbe gyereket, és tekintsék őket is családnak. 2020 a család éve itt Magyarországon. Elgondolkodtak már azon, hogy a családi jegy például egy strandon, állatkertbe vagy hasonló helyre többnyire csak akkor vehető igénybe, ha egy apa, egy anya és legalább kettő gyerek alkotja ezt a családot. Mi van az azonos nemű párokkal? Mi van azokkal a családokkal, ahol anya vagy apa egyedül nevel egy vagy két gyereket? Ők nem család? Engedjék meg, hogy mondjak egy személyes példát. Pár évvel ezelőtt Koppenhágából Malmöbe utaztam vonattal egy barátnőmmel. A jegypénztárnál kértünk két darab jegyet. A jegypénztáros megkérdezte tőlünk, hogy együtt utazunk-e. Mire mi igennel válaszoltunk. Erre ő tájékoztatott minket, hogy akkor jár nekünk a pároknak szóló kedvezmény. Ja, mi nem vagyunk egy pár, mondtuk nevetve. Mire a jegypénztáros készségesen felvilágosított, hogy egy pár, két darab ember együtt utazik, őket az nem érdekli, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Jár nekünk a kedvezmény. Aha, gondoltam. Szóval ilyen lehet egy olyan országban élni, ahol mindent úgy raktak össze, hogy az az emberekért legyen. Hát mit mondjak, jó érzés volt. Jó érzés volt megtapasztalni, még ha csak egy vonatút erejéig is. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol a transzfiam nevet változtathat. Sőt, nem váltó műtétre is van lehetősége, ha úgy dönt. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol az összes gyerekem, a hetero, a meleg és a transz hivatalosan összeházasodhat, és én velük ünnepelhetem ezt. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol a meleg fiam és a párja közösen fogadhat örökbe gyereket. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol nem kell attól félnem, hogy LMBTQ gyermekemet valamilyen atrocitás éri. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol a politikusok azért dolgoznak, hogy nekem, nekünk jobb legyen. Ez az ország most nem ilyen. Tegyünk azért, hogy egy ilyen országot teremtsünk.
Köszönöm szépen! Igen, 2020-ban már a 25. Budapest Pride LMBTQ fesztivált rendeztük meg, és tartottuk. Ha minden az eredetiben megy, idén harmadik alkalommal lett volna egy teljes hónap, több mint 100 programmal, azonban a koronavírus miatt 10 napra és 37 programra rövidítettük. Viszont a fesztivál részeként idén is voltak vidéki programok, és augusztus 14 és 23 között több mint 20 programszervező közreműködésével, kerekasztal beszélgetéseken, előadásokon, workshopokon, kiállításokon, filmvetítéseken, sportprogramokon és közösségi találkozókon vehettek részt az érdeklődők. A programok témái között idén is fontos helyet foglaltak el az interszekciók. Az olyan LMBTQ csoportok, akik fogyatékkal élők, romák és per vagy valamilyen nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozóak, vagy éppen valamilyen vallást gyakorolnak. Bár idén a Budapest Pride felvonulás eredeti formájában elmaradt, az LMBTQ közösség és támogatói nem maradnak program nélkül augusztus 22-én sem. 14 órától tartjuk az első online Budapest Pride-ot, majd azt követően közvetlenül 19 órától egy online Rainbow Partit. Már sosem volt felvonulás fesztivál nélkül, pontosabban fesztivál nem volt felvonulás nélkül, a fesztiválról nagyon sokan csak a felvonulás elmaradása miatt hallottak először idén. 1993-ban rendezték meg a legelső fesztivált, melyet egy fáklyás felvonulással zártak az AIDS áldozataira emlékezve. A következő fesztiválra 4 évet kellett várni. Azonban 1997-ben a felvonulás már hivatalosan is a Pride nevet viselte. Ennyi év és az emberek ugyanazokat a kijelentéseket és kérdéseket még mindig felteszik, mint régen. Idén még fontosabb volt, hogy megtartsuk a fesztivált, és nem csak azért, mert a felvonulás elmaradt. Ma Magyarországon az LMBTQ emberek egyre növekvő rendszer szintű erőszaknak vannak kitéve, és a jogi egyenlőtlenség is tovább nőtt. A Pride-ra szükség van. Senki más nem fog kiállni az LMBTQ emberekért magától, csak mi magunk, és senki sem tudja jobban nálunk, mire van szükségünk, és mi a jó nekünk. Az egy illúzió, hogy ha csendben maradunk, ha meghúzzuk magunkat, akkor nem ér majd minket megkülönböztetés. Amíg emberek nem ismernek meg minket, valójában nem is szerethetnek. Ha kiállunk és megmutatjuk, milyenik is vagyunk valójában, akkor tudnak elfogadni minket olyannak, amilyenek vagyunk. Ekkor majd rájönnek, igazából nincs is bennünk semmi különös. Mi, LMBTQ emberek, akik a legóvatosabb becslések szerint legalább 500 000-an vagyunk Magyarországon, egy nagy közösséget alkotunk. Ezért hagyományaink is vannak. Évről évre összegyűlünk azért, hogy megünnepeljük a sokszínűségünket, az egymás iránt érzett szeretetet, az elfogadást. Ünnepeljük egymást. Büszkék vagyunk azokra a társainkra, akik előbújtak, vagy még csak tervezik, mert ehhez bátorság kell itthon, egy olyan országban, ahol szélsőséges csoportok szivárványzászlókat égetnek, ahol zaklatnak minket akkor is, ha zárt körben kis létszámmal tartunk rendezvényeket, ahol azzal próbálnak meg lejáratni minket, hogy támogatjuk a pedofiliát, miközben sosem tettük, és az egy büntető jogi kategória, ahol nap mint nap gyűlölettel szembesülünk, ahol az emberek buziznak a munkahelyen, az iskolában, a moziban, a tömegközlekedésen, hát aztán az interneten meg főleg. Ahol ugyanakkor úgy tesznek, mintha nem léteznénk, mintha kevesen lennénk, vagy azt mondják, hogy régebben egyáltalán nem is léteztünk. És ahol a döntéshozóink rendszeresen kirekesztően nyilatkoznak rólunk, másodlagosnak neveznek minket, és hazugságokkal próbálják meg ellenünk hangolni a közvéleményt. A Pride-on ünnepeljük azt, hogy olyan közösséget igyekszünk építeni, ami ennek az egész világnak lennie kellene. Boldognak, elfogadónak és szeretetteljesnek. Vannak, akiknek évente ez az egyetlen egy nap, amikor megmerik fogni a partnerük kezét nyilvános helyen. Vannak, akiknek évente ez az egyetlen egy nap, és egyetlen egy lehetőség, amikor önmagukat adhatják.
Vannak, akikhez csak is itt, és ekkor fordulnak emberek feltétel nélküli szeretettel, elfogadással és kölcsönös tisztelettel. Pedig minden családnak ilyennek kellene lennie. A család szentségét nem tőlünk, LMBTQ emberektől kell megvédeni, hanem a szeretetlenségtől, a tudatlanságtól, a vak gyűlölettől, az alkoholizmustól és a családon belüli erőszaktól kell. Mi, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer emberek nem rendelkezünk a heteroszexuális, cisznemű polgártársainkkal, azonos jogokkal, és ahogy a kormánypárti politikusok rendszeresen el is mondják, nem is tekintenek ránk egyenrangúként. Ki vagyunk zárva a házasság intézményéből, 2016-ban pedig a bejegyzett élettársi kapcsolatot is megpróbálták kiürisíteni. Idén, 2020-ban egy salátatörvény 33. paragrafusával pedig megtiltották transznemű emberek számára, hogy hivatalosan is nevet és nemet változtathassanak, ellehetetlenítve őket attól, hogy a mindennapjaikat békés, boldog és nyugodt körülmények között élhessék a nemi identitásuknak megfelelően. Én is transznemű vagyok, és a kormány miatt 2 éven keresztül nap mint nap kényszerültem magyarázkodásra, mert az irataimban feltüntetett nemem és nevem nem egyezett azzal, ahogyan kinézek. Olyan embereknek és olyan helyzetekben kellett beszélnem arról, hogy transznemű vagyok, amikben egyáltalán nem szerettem volna. Állásinterjún a HR-es munkatársaknak, boltban a pénztárosnak, amikor kártyával szerettem volna fizetni, az ügyintézőnek az internetszolgáltatónál, a postán, amikor ajánlott levelet vettem át, az egyetemi tanáraimnak, amikor a Neptunon megjelenő nevemet meglátták, de még egyszer egy kollégium portásának is, amikor egy barátomat mentem meglátogatni. A hivatalos nem és névváltoztatás nem csak egy szükséglet, hanem alapvető emberi jog, ahogy az is, hogy csak akkor kelljen beszélnünk arról, hogy transzneműek vagyunk, ha azt mi szeretnénk. Csak akkor tudunk biztonságos életet élni, ha az iratainkban is az a nem és név szerepel, amivel mi önazonosak vagyunk. Mi egy együttműködő társadalomban szeretnénk élni, ahol a versengést és hatalmi harcokat felváltja a partnerség, az együttműködés és a párbeszéd. Olyan kormányt és olyan vezetőket szeretnénk, akik mielőtt döntéseket hoznak, felteszik maguknak a kérdést. Ezzel építek, vagy rombolok? Segítek vele, vagy tönkreteszem emberek életét? Mi, a Budapest Pride aktivistái egy közös jó helyű utópiával dolgozunk a társadalom jobb átételéért. Hiszünk abban, hogy amit el tudunk képzelni, az megvalósítható. Olyan világot képzelünk el, ahol az LMBTQ embereket nem éri rendszer szintű és hétköznapi hátrányos megkülönböztetés, nemi identitásuk vagy szexuális irányultságuk miatt, ahol teljes az LMBTQ emberek társadalmi elfogadottsága, és ahol a homofób, transzfób, szexista, rasszista és egyéb elnyomó megnyilvánulások a társadalom ellenszenvével találkoznak. Ahol a társadalom nem kényszerít a tagjaira normákat és szerepeket, azok nem identitása alapján, és senki sem lesz zaklatás vagy erőszak célpontja, és ahol félelem nélkül szabadon élhetünk. Ahol a sokszínűség egy érték, ahol az emberek elfogadják mind saját magukat, mind egymást, és ahol aktívan tesznek közvetlen környezetük és a társadalom jobb átételéért.